A Fejér megyei gyermekotthonok lakói számára tették az ünnepeket szebbé és meghittebbé az angyalkák. Idén 197 gyermeknek teljesült karácsonyi kívánsága az ifjabb Ócskai Gábor alapítványnak köszönhetően. Fejér megye egy kis falujában Dégen járt ma Jézuska, ahol 37 csillogó szemű gyerkőc kapott ajándékot az alapítvány által. 170 angyalka munkálkodott azon, hogy teljesíthesse a fiatalok kívánságait. Fejér megye egy kis falujában Dégen járt ma Jézuska, ahol 37 csillogó szemű gyerkőc kapott ajándékot az ifjabb Ócskai Gábor alapítvány által. 170 angyalka munkálkodott azon, hogy teljesíthesse a fiatalok kívánságait. Hát ez nagyon jó érzés volt, amikor mondták, hogy hallhattak angyal hangokat. Milyen érzés, hogy ennyien gondoltak rátok, és küldtek ilyen gyönyörű szép ajándékokat? Hát nagyon jó érzés, mert mármint csak azért is, mert sok ember elfelejt minket, és hát ezért is. Telefont okot. Erre vágytál? Ez volt a vágyad? Igen. Nagyon örülök neki. Mit kaptál? Borsás gazsát, meg messzi is mezet. Hagyományosan minden évben segíti az alapítvány a lakásotthonok lakóit. Idén karácsonyi kívánságokat teljesített. 170 angyalkáról számoltunk be itt az előbb az ünnepségen. A gyerekek számára kik ezek az angyalkák? Fedjük fel őket, hogyha szabad. Igazából nagy részt magánemberek. Van egy-két vállalkozó is, aki segített nekünk, de hogy honnan jöttek az angyalok, szerintem a sokkal megdöbbentőbb, mert Kopenhága, Oxford, Párizs, Csíkszereda, Veszprém, Budapest, Vác, Mór, Balatonkenese, és hát nagyon nagy részt Székesfehérvárról. Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen karácsonyi készülődést? Ugye a támogatásokat hogyan juttatták el tulajdonképpen ide a gyerekeknek, meg hát ugye a megye számos részében még a gyerekek számára, hogyan jöttek ezek? Az ajándékokat többnyire személyesen hozták el az angyalok. Az idei ugye az első, de bízunk benne, hogy ez hagyományteremtő. Hogy volt egy kis káosz az elején, de egy csodálatos Excel táblázat segített ebben. Nagyon sokan a fehérvári jégcsarnokba hozták el, vagy postai úton, vagy futárral küldték el, akik máshonnan küldték. Honnan jött az ötlet? Igazából akkor fogalmazódott meg bennem ez az egész, miután már évek óta támogatjuk a Fejér megyei gyermekotthon, hogy idén valami más találjunk ki. És hát ugye az otthonban élő gyerekek, ahogy lehet látni az arcukon, és soha nem azt kapják, amire igazán vágynak, és most viszont azt kaphatták meg, amit ők szerettek volna. Mióta működik tulajdonképpen együtt az önök intézménye az alapítvánnyal? Több évre visszatekintő ez a kapcsolat, és egyre bővül, folyamatosan bővülő, több területet átölelő ez a igazán szeretetteli és nagyon lelket melengető kapcsolat, ami az Ócskai Alapítvánnyal épült az elmúlt évek során. Az angyalkák most, hogyha Fejér megyét tekintjük, hány gyermeket ajándékoztak meg, illetve ajándékoznak? Hát 180 gyerek kapott az angyalkáktól külön személyre szóló ajándékcsomagot. Nagyon ötletesen találták ezt ki, hogy a gyerekek egy kis kártyára leírták, lerajzolták, hogy mit is szeretnének ők kapni karácsonyra, mi az a szívközeli ajándék, amire áhítoznak, amire vágynak. Ennek az értéke egy ilyen 3-5 ezer forint nagyságú, és a gyerekek ebben nagyon jók voltak, hogy olyan kívánságokat fogalmaztak meg, rajzoltak meg, írtak le, amik ebbe belefértek. Ahogy nézegettem én is a kártyákat, tehát nagyon-nagyon sokféle dolgot kértek, hangfalat, sportmezt, sportcipőt, illatszereket, vagy egyéb ilyen játékokat, tehát hogy olyan széles köre volt nyilván ki, amilyet, vagy szép fehér ünneplő blúzt, tehát hogy tényleg pulóvert, meleg pulóvert, ami úgy szép. Tudni kell, hogy van a gyerekeknek a ruhája, van, tehát hogy nagyon sok adományt kapunk, de mégis mindenkinek, az ő
gondolatukba is megfogannak olyan ötletek, és gondolatok, kívánságok, amit ők nagyon szeretnének, és hát nyilván mindent nem tud teljesíteni, az összes adományozó sem, mindig lesz olyan, amit ők szeretnének, de most a sok közül egy megvalósult, és ők ennek nagyon-nagyon örülnek. Én olyan meghatódva néztem őket egyrészt, hogy milyen szépen készülődnek, minden ünnepre, minden vendég érkezésére ők így készülődnek. Közösen részt vesz mindenki az ünnepvárásban, vagy éppen a vendégfogadásban, a terítésben, a mézes kalácssütésben, a műsorban, és ebben nagyon profik az én kollégáim, mert hogy azokat az érintéseket, azokat az élményeket szerzik meg a gyerekek ezáltal, amit hagyományos pedagógiai eszközökkel, módszerekkel, azt gondolom, hogy nem föltétlenül lehet nyújtani, de maga a feladat sem hagyományos és klasszikus, ami minket megtalált, amikor ugye egy-egy családból kiemelt, bekerülő gyermeknek a szocializációs deficitjeit kell pótolni, vagy a beilleszkedési problémáit, vagy a tanulási nehézségeit megsegíteni. Hány szakmai egységről beszélünk pontosan itt a megyében? A megyénkben van 4 lakásotthoni szakmai egység, ugye Mezőfalván, Előszálláson, Sárbogárdon és Dégen. Ide 4-4 lakásotthon tartozik, illetve Mezőfalvához 2, tehát kvázi nekünk 14 lakásotthonunk van. Ezen túlmenően van egy utógondozó otthonunk, ami a már nagykorúvá vált fiatal felnőtteknek a megsegítését szolgálja, valamint van 2 különleges gyermekotthonunk, egy Martonvásáron és egy Velencén. Velence a legújabb, az integrációban december 1-e óta tartozik hozzánk. Itt különböző fokban értelmi sérült gyermekekről gondoskodunk a munkatársaimmal együtt. És hát van egy székesfehérvári székhelyű, 48 férőhelyes, most már 1 éves gyerekotthonunk, amit ugye a Kikindai úti gyerekotthonnak a kiváltásával, hát így 2 egységből 1 egységként a 48 férőhelyesben vannak elhelyezve a gyerekek. És hát van egy kiterjedt nevelőszülői hálózatunk, a 200 nevelőszülővel és mintegy 570 ellátottal dolgozunk ott abban a hálózatban. A Dégi lakásotthon vezetője meghittnek és kedves gesztusnak tartja, hogy gondoltak a nevelő otthonos gyerekekre még külföldről is. Hány gyermekről beszélünk pontosan itt, és milyen hagyománya van ennek a karácsonyi ünnepségnek? Minden évben megrendezzük ezt, és gyakorlatilag a 48 férőhelyen jelenleg olyan 42 gyermekről beszélünk, akik ajándékot kaptak az Ócskai Alapítvány révén. Mi a visszajelzés, mit látunk a gyerekek arcán itt az ajándék? Nagyon örülnek neki, egyértelműen, és nagyon meglepődtek, mert hogy valójában tényleg azt teljesült, amire vágytak, és hogy pont ezt akarták. Úgyhogy annak egy nagyon-nagyon meglepetés, és nagyon nagy az öröm. Mire vágytak, milyen példákkal tudunk beszámolni a televíziónézőknek? 1-2 dolgot emeljünk ki, mi az, amit szerettek volna kapni? Focimez, messzi is focimez, hangfal, hangszórók, sminkkészlet, és könyvek mindenképpen. Az alapítvány angyalai Dégen kívül Előszállásra, Sárbogárdra, Mezőfalvára, Martonvására és Székesfehérvára küldtek ajándékokat és jókívánságokat a kereszténység egyik legszebb és legnagyobb ünnepének alkalmából.